both their house. Ó, bassza meg! Tudom már, most akkor nem építek. Picsába. Hát jó, hogy ilyet tudnék. Igazából kell is. Őket még nem... Ja. Gyertek ide. Jó. Oké, és... Hát még ide nem tudok egy izét, egy horgász, hát beszarok. Egy kis bódé nem fér oda.
Még ízét nem gyártunk. Még kéne öreg ijászt. Nincs ijászom, de mi a fasz? Három ijász. Basszus, 5-20 hiszem az van, mert ugye? Azt hiszem építettem valahova. Nem. Azt nem bassza meg. Jó, nem baj, akkor ide tudunk. Akartam építeni, de nem raktam. Jó. Jó, 42-re már fölment 53%-ra a katonaságom ereje, az jó.
Jó, ez kettő épül. Hol épül a másik? Ja, az itt, ugye? De ez már elfog. Ez három fa kell. Ez prió. De ez is prió. Két rezidencia. Ez nem prioritás. Más meg... Ja, még van egy fisherman. Volt előkönyve, nem érdekes. Jó. Ez meg a toolsmith, mondjuk az, az kéne. Én mondjuk úgy tudtam, hogy kettő favágó kell egy foresterre, de most nekem nagyon úgy néz ki amúgy, hogy hát nem tudom, ez sokkal gyérebb. Tehát igazából a balansznak úgy kéne kinéznie, hogy úgy nagyjából mindig van fa. Vagy hát kevésbé ritkásabb, mint itt. Hát itt most nem tudom, szerintem gyorsabban vágják a fát, mint ahogy ő ültet, vagy nem tudom, nem mindegy. Én azt az infót kaptam, de na jó, az nem, még nem készült el, de most fog elkészülni. Nagyon jó. Ide pedig már érkeznek a dolgok. Ez meg el is fog készülni, nagyon jó. Kell akkor két pickaxe soron kívül. A slaughterhouse. Oké, waterworks, az is megépül. Szuper. Igen, tudom. Jó, ti meg ide jöttetek már közben, csak elfelejtettem. Vigyánunk bányákkal, van 5 vas, 6 szén, 2 arany, hát igazából ezek jó. Jó, nem kell nagyon több, itt most lesz izém. Fegyvergyártóm. Szépen lassan beállítjuk azt, hogy... Kenyerünk az... Hát igazából van kenyér, az gyártja folyamatosan. Akkor az menjen mondjuk csak a szénbányába.
Zsír. Na, akkor ember most már van. A Goldmine az mindjárt megépül. Meg ez a Waterworks. És a Weaponsmith ott. Jó. Na, hát akkor úgy állunk, hogy nem rossz. Ja. Jó. Jó, bassza, kell egy kalapács. Thank you.
Szénmennyet meg igazából oda építettem. Még ezt itt keressük végig. Jó. Hát emberem az itt még van, meg itt is van bőven, hogyha katonaságot tudok csinálni. Meg szerintem majd ide is meg rezidenciát tudunk építeni. Igazából őket hagyjuk akkor most a fenébe. Azért a katonáimat itt hagyom, mert az ördög nem alszik, ugye? Igazából enemy nem nagyon terjeszkedik. Tehát... Itt van az első ilyen őrtornya. Az micsoda? A szulfúr? Mit tudok olyan a szulfúrból? Mi a fasz csinálok? A szulfúr az a izébe kell, nem? Szulfúr bánya? Hát mindig építsünk szulfúr bányát. Ide lehet mondjuk rizsföldet, meg mi egymást. Ezek is elkészültek, akkor jöttek ide.
Több bányát már nem akarok építeni, mert... Most ezt elviszi amúgy a... Igen, elviszi és... Csinál is valamit? Ezt már gyártom, nyugi. Csákány kell, az meg lesz. Jó. Hát haderőnk ez meg 66%, ez 40 valamennyiről egész szépen fölment. Ugye megnézzük, hogy a zenemi az mennyire erős. Hát ugye most már tudunk egy... Pakolgassák ők. Hogy néz neki ezé a Rizsföld? Nem, melyik az Disztile? Rizsfarm. Hogyha odaépítek... Így. Ugye az elosztás úgy volt, hogy a rizs, az distillery meg a izébe, és... Hát, én amúgy azt gondolom, hogy nagyon nem fogom most már itt húzni az időt. Szerintem meg kéne támadni a kéket. Azt gondolom, hogy vagyunk annyira erősek már, hogy betámadjuk. Thank you.
Na, hát menjünk. Szerintem ennyi elég. Ja, hogy ez üresen áll, ó, bazd meg. Az komoly. Ez is katonája. Mi nem tud eljutni, az mondjuk komoly. Hát igen, mondjuk a szivatás, hogyha úgy úgy indulsz, hogy ugye nincsen, hát van pár katonád, de mondjuk elterjeszkedsz eddig, de nincs a legközelebbi hegyet, mert nem tud elérni. Mondjuk akkor is ott vannak ezek a kis terjeszkedő emberkék, mármint akik pakolgatják a határokat. Srácok, ez, annyira ez nem lesz bonyolult szerintem. Lehet, hogy nem kellett volna ennyit készülődni. Jó, hát elment vele 2 óra, de nem mondjuk nem 2, mert azért 1 fél órát beszéltem, azt megnéztem direkt, hogy annyi volt a pofázás. Akkor ez már nem kell. Yes. Ajaj, itt vannak ilyen papok. Hűha, ezek varázsolnak, bassza meg. Na baj, még ez nem izgat. Ugi. Elmegyünk a többire. Hol van? Ott van még tornya. Hát menjünk itt szépen sorban. És ugye most már van aranyunk. Ezt ne felejtsük el. Ott van a rengeteg arany.
Nyitjuk is be. Hát jó, és ott van a vége igazából, meg ezt a párat elfoglaljuk. Ennyi volt. Hát ide építsünk még pár izért. Cuccot. Így, vigyétek ide. Na hát akkor megint túllőttem egy kicsit, illetve elszámoltam magam. De alapvetően szerintem gyorsan, sőt gyorsan meg volt. Sokkal könnyebben meg gyorsabban. És igazából a kulcsa az egésznek tényleg az volt, hogy az elején építeni kell legalább 3 darab favágót, illetve 6 darab favágót, egy 3 erdészt, illetve 3 szómilt. És ugye akkor a fa utánpótlás az gyorsan, tehát az megmarad. A sárga meg szegények támadják a... Ja, azok engem támadnak? Ó, bal meg. És nyertem is! Köszi, köszi, köszi! Megpróbáljuk meg a sárgákat is izé. Nem mondom. Jogi. Nekik mennyi van amúgy? Ű. Hát azért mondjuk... Ne, gyertek ide vissza! Nem kell, nyugi. Nyugi van. Csórikál még, hogy hullanak el, oda nézzetek, szágény kékek. Hát, igen, mondjuk az ennek a letámadásához kéne bőven katona, mondjuk van... azt a rohadt... Azt a kurva gyerekek, hogy viszik az arany... Mondjuk így, hogy van egy csomó arany, ami... Hát, csak 72%, bár még nem került ugye be a izébe. Na nézzük, hogy azzal, hogy hogy rakják be... Mert ugye szerintem addig nem emelkedik meg, amíg... amíg nem kerül be a raktárba. Aha, 73. Na most nézzük meg, hogy beviszik ilyen libasorba izé az aranyrögöket. Akarják támadni? Nem támadok. Elvileg ez már kibányászott egy szulfúr, sőt, aha, kibányászott 2, igen, és akkor szulfúrból mi a fasz tudok csinálni? Ugye azt el tudom vinni a rizsföld. A rizsföld? Oda lehet, hogy ilyen mocsár kéne ez a rizsföldhöz. Ez jó kérdés. Azt nézzük, itt rizst, hát itt nem igazán termel, szerintem. Termel ez rizst? Szerintem ez kúrvára nem. De ugye a rizshez ilyen nagyon nedves környezet kéne.
Hát, azt tudja, akkor próbáljuk most már egy kicsit legalább tudom tesztelgetni, hogy mondjuk odaépítek egy rizsföldet ide, a buborékoló bióhoz. Igen. Egy desztilláló, a distillery az melyik? Ez hol van? Szavaraktam. Ja, ezt ide. Igen, ugye rizsem nincsen, tehát ebből mi lesz? Ebből lesz... Sör? Hogy mi az? Hát sör. De azt mire használom? Ja, attól bátrabbak lesznek a katonák, vagy? Ja, ez most itt nem kell. Most egy kicsit ismerkedem a játékkal, mert azért a következő... Ha valamikor, akkor igazából most gyorsan meg lehet ezt nézni, hogy itt mi van. Az biztos, hogy a rizsit... Hát, itt nem igazán terem. Úgyhogy akkor ez itt így kilőve. Mi az, amit nem építettünk még? Gunpowder Maker? Ja, szóval... Szerintem a Gunpowderhöz kell majd... A szulfúrbánya. Az... Hát, vagy nem. Nem tudom. Ups. És az pedig majd a izé, mert ugye itt nem... Tehát puskaport csinálunk, ez eddig oké. Okay. Healer's Quarters az oké, okay. Shipyard... A Cannon Hall-hoz kell szerintem. Építsünk itt Cannon Hall-t is. Azt mondom neki, hogy ez a... De hogy lesz a bőr is? De nem, mert viszi! Jött ez a rizs? Hát most mindjárt megnézem, hogy... De ott mit csinál? Ott viszi a rizst. Nem, mert azt... Várjál, az a rizs az szerintem az, amit elcsortunk a... Enemy-től. Nem hiszem, hogy azt... Nagyon sokat viszünk egyszerre, ez nekem gyanús. Itt nem nő. És jönnek emberek is. Igen, akkor oda, aha. Beszarok a rizsföld, akkor a izéhez kell. Uh-huh. Jó, hát ezt akkor le is lehet bontani, mert itt, nincsen izé. Nincsen ilyen blüty mocsár, vagy ez a, igen, ez a nedves terület. Hát értem. I see. Jó. Csak az a kérdés, hogy ha megépül, akkor majd...
Disztillálni az mi ez kell olyan? Nézzük már, hogy... De az mihez kell? De és itt ugye nem is lehet beállítani, mert itt csak víz van. Mi a picsához rakják? Lehet, hogy raktározni kéne azt is. Raktározzátok. És ez igaz lesz a többire is. Igen, azokat nem raktározza. Mi a fasz? De tudja, hogy akkor nem kell... Barakba nem viszi, mert annak nem kell izé. Igen, oda biztosra kell, csak most ettől jobb lesz a katonaságom, vagy mi a... Nem értem. 79%. Puskapor. Jó, a puskapor meg szerintem majd ehhez kell, ezt most mindjárt megnézzük. Most a 9 óra lassan. Megvezetem Kabárt Petivel, hogy ez kicsit korábban kezdjük most, mert ugye itt a fogyókúra, mert mindennek azért a másik oldala az, hogy pihenni is kell. Tehát az, hogy ilyen sokáig vagyok fönt, azt most így főleg hétköznapokon inkább nem. De azért nyilván a csésem maradhat ki ma a szokásos esti vagy éjszakai, de ma most ilyen 9-kor elkezdjük, akkor azért így belefér éjfélig maximum mondjuk egyig jó pár karika. Úgyhogy ezt mindjárt abba hagyom, csak most tényleg erre kíváncsi vagyok, hogy most még ültet, vagy mi a fasz csinál? Aha, ott növekszik. Jó, az így okés. Elfogytak, itt még van hely aranynak. Hát, én nem tudom, hogy az mit? Mit állít elő? Azért izért is templomot, small templom, large templom. Igen, az még kérdés, hogy oda mit... Nézzük meg, hogy a templomokban mit kell vinni. Én azt gondolom, hogy a gunpowder az ide fog majd kelleni a kanonhoz. És ez nem egy ilyen hajítógép lesz, hanem valami... Nem tudom. Nézzük, egy fát fogjatok már meg, picsával. Még nagyon nincsen izéjük sem, hát azért van bányájuk. Sőt, van is katonasság, bassza meg. Na jó, mindjárt elkészül.
kettet kell. Aha. Jó, azt oda. Igen. Vas meg fa. És ugye ezt viszünk. Igen, azt viszünk a Canon Hall-ba. Jó. Na mondjuk ez nagyot szól. És amót nem tudok csinálni közben. Jó, akkor legalább ezt most se tudom. Még akkor a templomot akarom, illetve a rizs, az oké. Okay. Én akkor azt gondolnám, hogy ez kell majd a templomhoz talán. És akkor hogy összeáll azért a kép. Hogy mi miért. Merre hány. Merre ez a small templet. Na, még ezt gyorsan megnézzük, és akkor igazából így már tudni fogom, hogy ugye rizsföldet akkor hova lehet építeni. Jó, szenünk az most van már dögivel. Aranyunk is. Telnek a raktárak, nagyon jó. Lehet, ezt majd azért le fogom játszani, mert ez most már így izgi. Tehát egy ilyen mocsár köré több izé kéne. Több rizsföld. Mondjuk itt van egy ilyen, ez a mocsár. Lehet, hogy úgy kellett volna, hogy ide egy rizsföld, ide egy, ide. Ez mondjuk itt, igen, basszus. Na mindegy most már. Jó, drágább, ezt a részt is föl lehet akkor izé hasznosítani. Vagy föl lehet használni. Azért ezt még kipróbálom, hogy mekkorát szól a izé, úgyhogy ilyen ágyúval. Mert én azt gondolnám, hogy ugye a rómaiaknál ott csak ugye vas meg fa kellett, azt hiszem, tehát ott ilyen... Ja nem, kő, bocsánat, kőből, tehát ott ilyen kővel haigáltuk a izé, ezzel a hajítógéppel vagy a katapulttal. De azért itt ugye van puskaport, tehát szerintem ez ugye robban. Nem tudom, hogy lehet, hogy a hatékony... Tehát most mivel kínaiak vagy ázsiaiak ugye itt... Tehát ugyanaz a hatékonysága ugyanakkor a damage-et tud csinálni, de lehet, hogy nem, és lehet, hogy azért az ő ilyen hajítógépük, ugye ez nem sima követ dobál, hanem izét, hanem ilyen puskaporos cuccot, vasat ráadásul. Ugye a gunpowder, az oké, okay. Az ez, ez meg a sör. Ah, ugyanúgy néz ki, majdnem csak ez ilyen kis lófasz. Hát erre kíváncsi vagyok benne, hogy ide mi kell. Építsünk már ide még egy rizsföldet. Thank you.
Ja, és oda kell. Jó, akkor ez így megvan. Ezt hogy tudom úgy kijelölni, hogy... Hogy ezt megmondani, hogy ott... Tudom kijelölni, hogy mit ne tároljon. Várj, ezt itt lehetne? Ja, hogy... Ja, értem. Ja, hogy ezt ne tárold. Igen. Kanon... azt a kurva! Ez nagyon jó lesz. Figyú, ez akkor át fog szólni. Pukkandúr, figyelj! Pák! Azt a büdös kur... Ó, hát ez nagyon nagy. Hát ez nagyon nagy. Gyerekek. Hát ilyet építünk még. Mert ott el tud találni? Hát kanon kell, bazd meg. Mondjuk ahhoz tény, hogy kell szulfúr. Mert ugye abból lesz izé. Csak kicsit közelebb kéne gurulni. Csak akkor meg megtámadják. Júj! Gyorsan gurulj el! Új, de jó! Hát ez nagyon jó! Hát ez kurva jó! És akkor ő fogja gyártani a... Jó, mindegy, ezt most már én megcsinálom majd streamen kívül, ezzel még így eljátszhatom. Hát ez kurva nagy. Ez a baj, hogy... Picsába. Nem tudom, az át tud-e jönni a... Na mindegy. Jó. Ezt legalább tudjuk. Ott a rizsföld, az na azt a kurva. Igen. Ez még épül. Itt még nincsen pap, de gondolom itt megjelenik majd idővel. Van kettő, ez kurva jó. Hát ez nagyon erős.
Na jó, szerintem én ezekkel viszont megtámadom. Hát gyorsan leigázom. Belefér. Jó, de ki van próbálva akkor a kanon is. Az kurva jó. Még igazából két több frontos támadás lesz. Mi ez meg large? Ja, és ez itt nem... Ja, de ez egy... Aha! Az mi? Rush reinforcements. Ezt nem tudom. Samurai, azt se tudom mi. Shield. Ha! Kőből vasat. Nem tudom mi. Ó, akkor ez van havas pá... Nagyon jó. Hát, de ez mi? Ja, hogy ez rush reinforcements. Tehát, hogy a... Nem tudom, hogy mit csinál. De mindegy. Messze van a... Meg kéne foglalni, és akkor itt innen tudnánk vinni. Itt lenne mondjuk egy folyosó, hogy vigyük a cuccot. Az anyagot. Mert ugye itt most meg kell kerülni, és innen kell hozni ezért a vázsat. Az meg az eléggé messze van. Jó. Na. Jó, mindenki készen van, akkor itt még jönnek azért a katonák, ezeket megvárjuk. Kell 5 gunpowder, de az miért nem gyártódik? Ahhoz mi kéne? Az kéne szulfúr. Ja, mert szulfúrban mit viszünk? De hülye vagyok. Beszarok, a kenyeret az csak a szulfúr bányába eszik. Az komoly. Ja, hogy ezért nincsen ezenk gunpowderünk. Bassza meg. Na mindegy. Jó. Szép. És akkor ti támadtok innen. Let's go, gyerünk csapat. Ti pedig támadtok innen. Yes. Ezek meg itt maradnak, mert meg mindegy. Nem tudom minek. Szerintem ők hamarabb elfogynak, mint én, úgyhogy az komoly. Az komoly. Thank you.
és akkor most már át tudunk majd menni. Így. Mert ez nem ilyen torony? Ez nem torony. Az a torony. Aztán van némi túlerőm. De túlságosan bebiztosítottam magam, na mindegy. Jó, ez így. Ez egy van életben, elvileg. Tehát itt most ez itt minden lefog. Úgy van, nagyon jó. És akkor mehetünk rá erre. Ennyi minden. Az egész sziget. Nincs egy darab piros. Semmi nincsen, ami enemy teritorium lenne. Ott egy pici csücsök, ugye ezt nem... Ezt még foglalják. De kis cukik. Minden az enyém. Nincs olyan szeglet. Látod? Jó, most leszámítva ezeket a kis nagyon kis nyúlfaroknyik is van amiket. De tök jó. Továbbra csak egy papunk van. Mondjuk ezt nem értem, hogy miért. Most ez hogy? De mindegy. No, hát akkor ki lett maxolva szerintem. És lehet, hogy amúgy, hát nem, szerintem közel nem lesz a következő pályának ehhez. Nézd már, az ott még ott elkallódott. Ő nem akart háborúba menni, mindig. Így, ezek most halnak. Kapják. Jó. Hú, hát rohadt sok minden van. No, fiúk, lányok, azt mondja, hogy mára ennyit terveztem. Ez jól esett. Ez nagyon jó volt. Ja, várjátok, nézzük már meg, hogy mi lesz a hátra lesz, ami... Bocsánat, átvezető videó. Hát ez még nincs vége a pályának. Ugye két opponent volt, vagy két ellenfél. Nem tudom, melyik volt melyik, mindegy. Na. Nice now. Impressive, Chiyu.
Your enemies will tremble at the thought of such a conflagration. You're just jealous, as if you could do. Sure, plenty of coverage, but where's the quality? Show off. Azaz, a tűzokádó házisá... Nem. Man, but that will not save him. He sacrificed the pirates in order to negotiate with me. Because he believes his superior administration is enough to secure victory. Perhaps, but I know I am the stronger, and his trade hát jó, hát itt ki kell majd akkor építeni. As soon as we can survive on our own, we will strike. Only the remoteness of the east will remain for the Egyptian, and then I care not if he builds pyramids to reach the gods. I will set off for the south, but to the north of this land, to the heart of power, resources, whose path I must follow to again find the west. River. Aha. De innen kezdünk, hát nyilván ezt itt megpróbáljuk elfoglalni, minél gyorsabban. És akkor majd haladunk ezzel. Na! De akkor most hát tényleg ennyi. Kicsit szusszanok, aztán még egy picit játszom majd. De azt már off-stream. Ígérem, hogy lesz majd most már streamben is Csi, meg Valorant is, ahogy beszéltünk róla. De most így elég volt szerintem a streamben ezeket lenyomni. Legalábbis kellőképpen elfáradtam, úgyhogy nekem ez így most elegendő volt. Holnap, illetve azt, ahogy a stream elején mondtam, holnaptól indul a ESL Pro League 20. szezonja, ugye a Sport 1 TV-n, illetve némely mérkőzést a Sport 3 TV-n láthattok majd, főleg ugye hétvégén, mert akkor indulnak, lesz más csés esemény is, magyar szervezésű, úgyhogy igazából holnaptól kezdve ezeket láthatjátok majd. Napi 3 mérkőzés, lényegében most 3 héten keresztül, vagy 4 héten keresztül legalább. Már ilyen 1:45 óra magasságában kezdődik az első, utána 5:30 a második, és 7:30 a harmadik meccs. A techbarát.hu a naptárban megtaláljátok pontosan, hogy mely, meg itt a Twitch-en is amúgy a leírásban, vagy a névében láthatjátok, hogy a naptárban, hogy mely napokon, mikor lesz majd, hát nekem, illetve többet magamnak majd ott kasztja. Illetve hát ugyanígy a naptárban benne lesznek a techbarátos streamek is, tehát a Tomb Raider 3, illetve a Horizon nem marad el egyik sem a héten terveim szerint, úgyhogy szerdán Horizon, pénteken pedig a Tomb Raider 3. Úgyhogy ez a mérkőzés pedig majd, amint lesz valami kiírás Bornoréknál, azt is megpróbálom úgy összefésülni a Pro League-el, hogy beleférjen, és akkor az is felkerül majd a techbarat.hu-ra, illetve a naptárba, úgyhogy ezt figyeljétek majd. Na, köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem élveztétek, meg aki majd vodról nézi vissza, az ott is fogja élvezni, meg lájkolja, meg feliratkozik. Holnap találkozunk, a Sport 1-en mindenképpen, hogy SEA hogyan lesz, mint lesz, azt még nem tudom, azt monitorozom, és akkor amint lesz infóm, akkor update-elem a kalendárt, úgyhogy további szép estét mindenkinek, szevasztok!